Eszer Tamás. Tarlós István. Posgai Zsolt. Bajer Zsolt. Hegedűs D. Géza. Csizmadia Tibor. Agosi László. Hámori Gabriella. Gáspár Sándor. A mai nap. A mai naptól. Büszkén viselem a kisdobosát. Csapatom százszerűs társadalmat fogadói.
Két S-sel és Y-nal írom a nevemet. Apai ágon sok száz éves törökkel avancsal csatázó ős nemes családok fiai, anyai ágon a germánság, svájci és osztrák familiáinak árja leányai. Gorcsi alatt a felmenők láncolottak és évszázadokon keresztül sehol egy zsidó, egy cigány. Évtizedeken keresztül sehol egy tisztitkár, egy pártitkár, egy három per hármat. Még egy egyszerű pártlakönyvvel rendelkező mezei komcsi sem. Ellenbe apátrák, tátortanítók, hortista csendőr tisztek. Hát a papírjaim olyannyira rendben vannak, hogy nincs az annyira vagy náci, aki engem zavarba tudna hozni. Azonnal okádni kíván, amit nyilast vagy látsz, itt látszok. Az nem hagy nyugodni. Budapest főváros főpolgármestere. Az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 99. törvény előírásainak megfelelően, valamint a fővárosi önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007 fővárosi közgyűlési rendelet 52. paragrafus második bekezdése szerint pályázatot hirdet az Új Színház Kft. 1061 Budapest, Paulai Ede utca 35, ügyvezető igazgató munkakörének betöltésére. Az ügyvezető igazgató feladata. Elsősorban klasszikus és kortárs magyar művek bemutatása. Színvonalas virágirodalmi művek bemutatása. A színház közönségének megtartása, valamint új közönségrétegek bevonására irányuló műsorpolitika kialakítása. A repertoár műfaji sokszínűségének megőrzése. Együttműködés határon túli rendezőkkel. Anyanyelvű dátolása.
Visszafoglalási igényt jelent be. A visszafoglalás egyik első kicsi, de nem jelentéktelen ütközete ez a színház. A magyarság a hátországból kiszorított, elnyomott, félreszorított nemzeti értékeivel, bornemisszáival, csokonaljaival, Németh Lászlóval és Illyés Gyulával, fel egészen a mai követőkig megindítja a visszafoglalást, a pesti liberális vicc hullám pénzcsinálás, s a szórakoztató liberális állam sokszor a bordélyházak szintjére süllyedt csomópontjai ellen. Csomópontjai süllyedt szintjére bordélyházak, a állam liberális, a szórakoztató pesti liberális, pénzcsinálás vicc hullám, mai fel egészen követőkig, Gyulával Illyés, Lászlóval Németh, csokonaljaival, bornemisszáival, elnyomott, szorított félre, elhallgatott, értékeivel nemzeti, a magyarság, a hátország, a színház. Hátországból! Magyarság! Állam liberális! Pénzcsinálás, vicc hullám! Pesti liberális!
tulajdonképpen én elképzelem... Húj! Nyilas! Színház! Ha ezek a fasiszta emberek... Szélső jobboldali fraseológia! Ahelyett, hogy buziznak... Rasszista! Bejárnak az új színház... Fasiszta! Az új színház épületébe... Nyilas! Sütő András... Húj! Nyilas! Vagy Németh László... Nyilas! Vagy egyéb határon túli szerző... Schiller és Ibsen, szintén kiemelt. Nyilas! Náci! Akkor ez egy tök jó korszak. Nyilas! Tehát ha... Nyilas! Akkor azt kívánom... Nyilas! Hogy ez így legyen. Náci! Nyilas! Ők határozzák meg a sikert, vagy sikertelenséget, a hírt és a hallgatást, a befutást és a partvonalra szorítottságot, a nemzetközi elismerést, vagy a semmilyen elismerést. Ehhez nincs szükség tehetségre, rátermettségre, aktuális mondanivalóra, ehhez nincs szükség közönségre. Ehhez mindössze arra van szükség, hogy a megfelelő oldalon állj, hódolj és szolgálj őnek. Tagadd meg, akit és amit meg kell tagadni. Akkor lesz belőle színházigazgató, ünnepelt költő vagy író, színész király, megmondó ember, orákulum és prédikátor. De ha nem világvége, nem Auschwitz, nem a melegek jogai, nem a cigányok, ha tetejében még Kertész Ákos fájdalmát sem érted meg, akkor alkalmatlan vagy mindenre, ha olyan akarizik, ügyek és gondjaid vannak, hogy nemzeti húl, nemzeti lét, magyar történelem, magyar fájdalom, és vetjük meg őket. Egyenként is. Meg úgy együtt is. Ahogy van. Ezzel szemben Magyarországon az antiszemitizmus legitim. Én azt gondolom, hogy az új színház kérdése egy lehetőség megkezdeni ezt a felnőtté válást. A gyűlölködés farvizén áramló művészet szellemi vákuum. Nem egyetemes. Nem örök. Színésznő vagyok. Leszögezném, hogy ami zajlik,
Nem liberális sikoltozás egy morzsáért, ami most a tányéron lepottyant. Nincsenek illúzióim. Hát nem mernék ilyet tenni. Micsoda felkészületlenség. Mi garantálja így a színházi tehetségek fejlődését, karbantartását? Amióta színpadon vagyok, 6 pontos budapesti és 2 vidéki színházban játszottam. Több ezren jeleztük, hogy nem értünk egyet az eredménnyel. És az utolsó kérdés. Hámori Gabriella! Leírta, amit gondol! Kiírta magából! Remélem, most már megkönnyebbül. Az ön véleménye számomra szent. Azzal együtt, hogy nem értek egyet önnel. Ön nem érvel, hanem kinyilatkoztat, és ez veszélyes üzen. Tökéletesen megtanulta és felmondta a leckét, volt benne megfelelő számú antiszemitázás, meg utalás a mainstreamre. De hol maradnak az észérvek? Na, üljön le, elégtelen. Tudja, a világ azért ennél jóval bonyolultabb. Ön tehetséges, szép, fiatal és művelt. Hát próbáljon meg csak eljátszani a gondolattal, hogy létezhetnek ám az önével ellentétes értelmezések. Meg kell tanulnunk észrevenni a... szépet. A pozitívat. Néha hozzánk alkalmazkodnak, én bizony, néha hogy nekünk kell alkalmazkodni. Hiszen erről szól a demokrácia. De nem hiszem, hogy ez akkori kihívás lenne egy Jászai Mari díjas művésznek. Szóval, kedves Gabriella, a tolerancia lenne a varázsszó. A színházba járók nevében tisztelettel kérem inkább takaszom mosolyt az arcunkra, nagy formátumú színészi alakításaival. Bevallom az én hiányosságom, hogy elsősorban komikus alakításai jutnak eszembe. Könyörgöm, ne csodálkozzon senki azon, hogy nem tudom összeszedni magamat egy 3 órás előadásra. Nem tudom összeszedni magamat egy 3 órás előadásra, és egyébként meg bemegyek, és akkor azt mondja, hogy menjek neki a szekrénynek, neki megyek a szekrénynek, átesek rajta, és akkor persze, hogy kimegyek a teremből, hiába mondja, hogy fussak neki még egyszer, de... Szegény barbárek, neki fut még egyszer a szekrénynek, aztán meg nekünk állnak este 11 után, hogy miért nem pakoltam én össze a másik két osztálynak, amikor... Miért nem pakoltam én össze, amikor... Miért? Én azért vagyok én itt ezen a kurva szakon, hogy pakolászak, én színész vagy, színész akarok lenni! Én színész akarok lenni! És akkor mondja nekem, hogy mehet, beszéljek a parkóval, de mehetek hozzá gyakorlatra. Hát baszd meg! Hát baszd meg! És ha nekem jó kedvem van, mert jó kedvem van, nem a faszomat jöttem ide venni 4 évet, és nem két szövöt csinálok 4 évet. A legfeltségesebb az osztályban is úgy, hogy egyfolytában megaláltak minket, hogy egyáltalán nem lehet semmit csinálni. Nem lehet semmit csinálni, milyen alapból lehet csinálni? Ad el! Én dolgozok, de ha azt mondja, hogy gyáva vagyok, most is mi a fasz csinálunk? Érdekel ez valakit, hogy mi iskolánk, hogy mit csinálunk? Megnézte ezt valaki? Hogy mi a... Én nem tudom, hogy mit csinálok, de nem is tudtam, hogy mit csinálok, nem is fogom még tudni, de hogy nincs semmi. A Színművészeti Egyetem rektora, Asher Tamás. Miért is egyetem a főiskola? Hogy a tanárok rangja és fizetése nagyobb legyen. Milyen tudományt tanítanak ezen az egyetemen? Az egyetemen valamilyen tudományból valamennyit tudni kell! Lexikálisan is! Mérhetően is!
iskolán meg kell felelni egy tanárok által képviselt színész eszménynek. És bizonyítani kell egy képesség kifejlődését. Mint tudás, mint tény, itt semmi sem mérhető. Hát minden érzéki. Az egyik tanítvány tetszik az Asher-kafésoknak. A másik nem. És ez ízlés, és sokszor származás dolga. Hogy mi felel meg egy Lénár Péter nevű egyetemi tanári úrnak, aki gyanús 30 milliócskát utalt ki magának a József Attila Színházban. Az csak az Asher Café sejti. Ha sejti. És egyéb akcióddal nem értettem egyet, de mindig szimpatikusnak tartottalak. Számomra csalódás. Fedezet nélkül képes vagy pályázni egy ilyen felelősségteljes intézményre. Fedezet hiányát te is érezted, nem? Azért hazudtál, mert blöffödtél. Takaroztál olyan alkotók nevében, hogy megtéveszed a főpolgármester. Megszerezd a színházvezetői hatalmat. Ez nem rád van. Hiszem, hogy ezt a dolgot ellent intézni becsületesen és férfiasan. Menjél, és kérjél bocsánatot azoktól az alkotóktól, akiknek visszajöttél a nevével, akik elutasították a pályázatot, és azt, amit kínálsz, és menjél, és kérjél bocsánatot a főpolgármestert, és vidd magaddal a mandátumodat, és add vissza. Másképp nem hiszem, hogy újra hiteles ember lehetne. Nem hiszem, hogy elvállod a színház vezetői posztot, mert bestelen eszközökkel nem lehet igazgatni. Ha mégis igazgató leszel, akkor február 1-én berendelhetsz, és kénytelenek leszünk beszélni. Ha megölnek egy livát, sírnak a parasztok. Sirattyák a buzik, és a pedofil. De ha még egy meghalt, ne sírassa senki. Csak az Újpest kultrás paraszt gyökerei. Most? Óriási és... alantas támadások keresztüzében állunk. Magam ezt már megszoktam. Alkotótársaim is elviselik. Dörner György igazgató mellett a bombás tehetségű Poska is. Író, rendező, dramaturg és szintén házi szerző lesz a munkatársam. Leginkább azonban a nemzeti keresztény közönség eddigi harcos társaim kitartó támogatására megújult harci kedvére számítok. A magyar színkultúráért. Azért, hogy az egész avatott magyar kézbe kerüljön, és hogy az egész megújuljon. Ali, 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 ho!
találni jobb, de hát ha másként érkeznek, ez csak ezért tanácsolom. A ruhatárunkban a kabátok mellett a kardokat is le lehet majd tenni, ha hoznak. Tartozó minőségük üzenettel bír. Arra gondoltam, hogyha túlmutat önmagán, a felelőssége nagy. A színház az... ez nem csupán egy díszes épület, ahol lekapcsolod a villanyt és bezárod az ajtót. Többet kell volna maradnak. A közösségi találkozóhely. A gondolkodás színhelye, láthatatlan szellempalota. Lakik ez a lámpa. Adi Endrével együtt hiszünk abban, hogy minden ember felség. Ránk szakadt ez az izé, átvaszhatjuk. De az, akik emberellenes eszméket vallanak, és program szinten hirdetik az antiszemitizmust, azok nem kaphatnak színházvezetői megbízatást a Magyar Köztársaság polgárai által fenntartott intézményekben. Tiltakozunk! Nem engedjük! Gyere, nézd meg előttem! Aminek létezésével tudtam, írtam is. Azért nevezte ki antiszemitáknak. De hogy ennyire szervezett, ennyire gátlástalan és ennyire failag meghatározott, az sokszor magamnak se hittem el. Mi van a nemzeti oldal? A kétharmadosságú politikai hatalom birtokában? Mi nincs az a Serkafé birtokában? Ez egy beleszóló. Akár politikusnak is mondható színház kell, hogy legyen. Tiltakozunk. Nem engedjük. Táncolja. Elő vagy az elmúlt napokban. Pozsgai Zsoltál több alkalommal látogattátok a színházunkat. Gondolom, hogy ismertétek a repertoára. Természetesen eddig is mindig biztosítottuk, és biztosítani fogjuk számotokra az új színház szabottárú szakmai belépőjét. Viszont! Nem is tudom, mit tetszik a legjobban! Talán ez a viszont! Ott áll egy igazgató bácsi, a katedrális.
kisé fékezett indulattal, a nebuló közömmelsége miatt, és nádpálcájával az asztalra csap. Viszont! Színházunkból többen jelezték, hogy zavarja őket a színfalak mögötti jelenlétetek. Ezért arra kérlek benneteket, hogyha lehetséges, az előadás szüneteiben és után ne látogassátok a színház szolgálati területeit. Esetleges gratulációjukat tegyétek meg telefonon, mailben vagy SMS-ben. Most már nem fékezi magát tovább. Jönnek a körmösök, ha kell. Ez egy kérés, ez nem tiltás. Erre a viszont lépekre 13 év óta egy színházban bízva! Viszont önnek csak így viszont tud megfelelni! Vagyis sehogy! Gondolom, mint színházi emberek, megértitek, hogy micsoda nyomást nehezedik a színházunkra! Aztán megértitek, hogy színészeink és műszakunk hogy ki van szolgáltatva! Továbbá, hogy nekem biztosítanom kell a zavartalan működést ebben a zavaros és zűrös időszakban! Ez a Márta! Tisztelet! Ez egy picsaklásos ember! Pszichológiai kezelésekre kellene járnia! Egy kétségbe esett, a velem megtörténteket feldolgozni nem tudó ember, kisebb rendűségből fakadó harca ez. Polgármester úr. A Magyar Színházi Társaság, mint színházi életünk szakmai érdekvédelmi szervezete megdöbbenve értesült arról, hogy a fővárosi önkormányzata többségi szakmai javaslat ellenére döntött az új színház igazgatói kinevezésünk ügyében. A korábbi döntésekkel ellentétben most indoklás sem érkezett az önök részéről. Nehezményezzük, hogy a meggyőző arányú szakmai indokokkal alátámasztott ajánlás ellenére a fenntartó egy más döntést hozott, és ismételten egy ismeretlen tartalmú pályázatot hozott ki győztesnek a nagy nyilvánosságot kapott másik pályázattal szemben. Főpolgármester úr, ez a döntésem is csak azt a hitet erősíti a szakmában, és a választópolgárokban, hogy a politikai célú területszerzésen túl más nem motiválja önöket. Tudnia kell, hogy ebből rövid idő alatt fel fogja számolni. Fővárosunk világszerte elismert gazdag színházi és kulturális életét. Tisztelettel a Magyar Színházi Társaság elnöksége. Tisztelt elnök úr! Megdöbbenéssel olvastam az új színház igazgatói kinevezése ügyében nekem írt. Egyébként helyes írásében katarkított levegőt.
visszautasítom az apám foglaltakat. Mellesleg megfoglaltalannak és méltatlannak tartom, hogy ön a választó polgárok összességének nevében képtem, hogy erre volna felhatalmazása. Ön szerint politikai célú területszerzés az, hogy összesen kettő változtatást hoztunk meg a színházak vezetésében. Nem politikai célú haszonszerzésnek véli azt, hogy... Bálint András! Szintes Tamás! Puskás Tamás vagy Mácsai Pál igazgató ura! A helyükön maradtak! De tán az, hogy az általunk díszpolgára avatott Zsámbéki Gábor igazgató urának kinevezett igazgatót szavaztuk meg a Katona József Színház élére. De talán azt ígértem volna, hogy elvárható volna, hogy egyetlen változás se történjen a színházak vezetésében. Miköze az ön személyes, valódi motivációjának a kulturális sokszínűséghez? Elmondom önnek, semmi! Javaslom még, olvassa Koltai Tamás kritikáját az új színház korábbi vezetéséről. Vagy nézzen utána, kik akarták Márta István igazgató urat 2007-ben leváltani, akit egyébként maga a szocialista frakció nevez jobboldalinak, minden nyilatkozatában. Elnök úr, az ön levelét meggondolatlannak, tiszteletlennek és méltatlannak tartom. Nevetségesnek tartom és aljasnak. Hát ha felsorolnák a neveket, akik ezt a tiltakozást a legjobban exponálják, hát minden kiderülne. Hát ez az SZDSZ! Igazán! Hát azok nem SZDSZ-esek! Hát ezeket mind a Demszki neveztek! Igen! Ezek most vesznek! No, hát nem szeretnek vesznek! És azt nem nézik, hogy ezt mi miért kaptuk! Magyar drámáért kaptuk! A magyar irodalomért kaptuk! Hát ezek! Hát lenyomják a magyar szerzőket a stúdiókba, a darabokat! Hát nekem 20 évig nem játszottak semmit! Hát, na ettől a körtől, akik ezt a tiltakozást szervezik ellenünk, ettől a bandától, ettől a magyartalan társaságtól, a budapesti televénytől akarjuk! Hát attól a New York-i szemétől nem kap semmit a néző! Hát az egy tinglit, Andri! Segítünk mi mindenbe, hát például a privatizációkban, hogy gazdagodok meg, hova nősülnek, hát amilyen aljasságok voltak ebbe a rendszerbe, hát azért ez tipikus. Igen, vannak politikai irányzatok, amik
semmi szükség. Hát ne áltassuk már magunkat, hogy most ez úgy jó, ahogy ez most úgy van, ahogy látszik ez a több párt rendszer, az a három nyomorú párta! Hát mit akarnak, hát mit akarnak? Észreveszik ezek, hogy minek van kitéve az a szegény magyarság. Orbán Viktor mit csinál, mi? Hát, hogy a bankok csalnak, nem fizetnek, hát a milyen harc megy ebbe az országba? Hát miért kell nekem ezzel a nyomorult vacak ellenzéket örülni? Hát ez egy vicc! Az egyesen tehát Márta a maga bicsaklásaival. A kettes pályán Aser, aki nagyon megszenvedte a tavalyi kár és dopingbotrányt, most az a ismét rajthoz áll. A hármason Szikora, a kis olasz, a sárga sapkában. A négyesen Csurka, aki imádja, ha utálják. Az ötös pályán Dörner György, az a Dörner György, aki kőkemény felkészülési időszakon van túl. A hatosan Bozsgai, aki nagy áldozata a dresszháborúnak, hát kétlen, hogy komolyan vele tudna szólni a versenybe. A hetesen pedig a meglepetés ember Tarlós, akitől tulajdonképpen már az is csoda, hogy itt van. Hát megjósolhatatlan, hogy mi fog történni ebben a döntőben. No, nézzük akkor. Állj, Dörner kicsi beragadt a rajtnál. Nem baj, neki a második száza erős, első százon az a lényeg, hogy tudjon utazni a többiekkel, Mártával, Aserral. Már is az első fordulás. 24.08-al fordul Márta, mögötte egy hajszálnyival lemaradva Szikora a sárga sapkában. Aser, kicsi élesen fordult vissza is csúszott a negyedik helyre, Csurka pedig kezd ráúszni, Dörner pedig aj, a hatodik helyen terelgeti maga előtt a vizet, de 1.34-32-vel fordul a következő körben. Nem rossz, most kéne egyre több tempót venni. Márta közben óriási csatában Aserrel küzd, de bicsaklik. Dörner pedig kezd ráúszni Csurkára. Tarlós és Posdai óriási csatában a hatodik helyen. És Dörner hajrázni kezd! Dörner hajrá, Rékes! Gyerünk, Dörikém, gyere! Indíts be a kezet, a lábad! Aser, mozgásra szétesek! Csurka, fújtok és mindig pedig úszik! És Dörner ráúszik Mártára! Gyere, Dörikém!
azt nem vár és nem remél. Hiába sírok és hiába szenvedek, szívem rosszak és kapcsik az emberek, meghalt a szemek. Vége a világnak, vége a reménynek, városok súszkoznak, soha felek kezének, emberek félétől kilocsak tartani, hallottak ezenek, adódok ezenek. Vége a világnak! Utolsó vasárnap, kedvesem, gyere! Oh, shit.